Körülöttünk láthatnak épületeket, viszont ezek közül egyedül egy van, mely a 16. században is itt van, ez pedig az úgynevezett püspöki palota. Az elmúlt hetekben csak a munkagépek jártak a vár falai között, szombattól azonban az egri vitézek is visszatértek az 1552-es ostrom helyszínére, hogy fogadják az oda látogatókat. Május 4-től enyhítettek a koronavírus járvány miatt hozott korlátozásokon, így a város kiemelkedő turisztikai attrakciója is megnyithatta kapuit. Sokáig voltunk otthon most a járvány miatt, aztán mostan ráfért a családra egy kis kikapcsolódás, meg ugye lehet érni a szabadba, úgyhogy... Jó idő is van, igen. Igen, végül is ezért. Azért is jöttünk ide, mert ugye itt szabadban vagyunk, aztán nem kell annyira félnünk a vírustól. Habár a megszokottól jóval kevesebben keresték fel hazánk egyik leghíresebb végvárát, az elmúlt hétvégén Budapestről, Nyíregyházáról és Kisújszállásról is érkeztek a megyeszékhelyre. Egy héttel ezelőtt a Kékesen voltunk, és amikor azt mondja az ember, hogy erre aztán a madár se jár, most pont fordítva, a madár jár és kevés ember van, és ez nagyon jó. Habár a kormány intézkedéseinek megfelelően a kiállítások egy ideig nem látogathatók, és múzeumpedagógiai foglalkozásokat sem tartanak, a kisgyermekes családoknak így is tökéletes kikapcsolódási lehetőséget biztosít az egri vár. Azért jöttünk, hogy újra megnézzük, mert ő még nem volt persze ebbe a várba, meg Vivi pedig elfelejtette, én pedig emlékszem rá, és láttam már, apa is itt volt már, és azért vagyunk itt, hogy lássák ők is. De nem csak az egri vár nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, az éttermek teraszai is megteltek az elmúlt hétvégén, és a dobótér is újra régi arcát mutatta. A kellemes tavaszias időjárást kihasználva sokan látogattak ide, akár csak egy fagylalt erejéig. Végre jó idő van, egy picit ki lehet jönni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ki tudunk jönni. Az elmúlt hétvégén a megyeszékhely utcáin sétálva, egy pillanatra mindenki úgy érezhette, mintha minden visszatért volna a régi kerékvágásba.